mehet a téma. Na, tehát akkor sziasztok, most megpróbálunk csinálni a diszkoszban kenyeret, mert eddig azt még úgy láttuk, hogy senki sem erőltette. Nekünk sem egy, de megpróbáljuk. Jó. Hát simán ez csak bushcraft kenyér lesz, tehát semmi élesztő, tehát szinte ez egy szükségkaja lesz. Sima liszt, nincs benne semmi. Kassz vagyok, teljesen szükség, ahogy látszik. Kömény magot rakunk bele, bushcraft horvát rozi, mert attól lesz jó íze, só megy még bele, és hát azért van nálunk két kis nátrium hidrogénkarbonát, tehát szóda bikarbonát. Én sokat szeretem. Nem dobunk el semmit. Én ennél többet nem szeretek. Ez a szóda bikarbona volt persze. A sót azt jobban szeretem. Ezt maszatoljuk vízzel, hogy egy lágy tészta legyen. És aztán majd megzsírozzuk a csodálatosan karbantartott diszkoszunkat, és belehajítjuk a hamuba gyakorlatilag. Szóljon most. Na tehát egy ilyen laza kis cipocskát gyúrtunk belőle. Ez olyan kicsinek néz ki, de azért egy picikét meg fog kelni, majd vigyázunk rá, hogy lehetőleg ne a tűznek a nagyon-nagyon meleg részébe rakjuk, hanem tulajdonképpen csak a hamuba szinte, tehát így nyer értelmet. A hamuban sült, ez meg az kifejezés. Mi a letényként a megzsírozott diszkoszba rakjuk bele. És a helye. És ide rakjuk szépen, ahol a két rönt között viszonylag meleg van. És majd időnként azért ezt megforgatja. Oké, 4,5 perc. 4,5 perc, most vettük ki. Na és ez most ilyen. Én félek, hogy megég. És most ez így néz ki konkrétan. Meghordítottuk, sajnos ezt nézegetni kell, úgy tűnik 5 perc múlva megint megnézzük. Hát 27 percnél járok ilyen órámon. Akkor ezt már megfordítottuk többször. Új. Főmérséklet a jó hatáznál. Szerintem tökéletes. Ezért kéne törni. Ó, csak meleg ám. Várjunk egy picit, hadd sem jön ki. Hajrá. Húj, hajrá. Azért meleg még így is. Hát egy kicsit bodagos, nem? De vannak benne lukak. Ehetőnek minősítjük. Tökéletes. Meg megszaglászom. Urám, hát nevedd fel. Figyelj csak, én szeretem a kemény magot. Ilyen. Nagyját. Majd aki jobban tud kenyeresülni, megmondja, hogy mitől ilyen. Vagy csak nem hagytuk, hogy kiszáradjon, nem? És akkor azért ilyen kicsit vizes, mi nem? Nem tudom.